Magyar himnusz Kárpát-medencei keresztény magyar kortárs alkotóművészeti kiállítás olvasható plakáton. A Siklósi vár termei adnak otthont október 1-jéig ennek a tárlatnak. Az ünnepélyes megnyitót augusztus 18-án tartották. Siklós polgármester elmondta, bár eddig a nagyobb hazai városokban mutatkozott be ez a vándorkiállítás, a baranyai település is méltó helyszín. Ez a Siklósi vára az 1000 éves történelmünknek egy nagyon fontos bástyája, egy nagyon fontos megállópontja, és olyan minőségi módon tudunk keretet adni ennek a kiállításnak, ahogy azt én hiszem, hogy talán senki más rajtunk kívül, bár egy picit biztos elfogult vagyok, de a Siklósi vár kiállító tereiben. Ha néhány szóban szeretném összefoglalni azt, hogy miért is jó, hogy itt van ez a kiállítás, azt gondolom, hogy a himnusz kiállítás az hazaérkezett, Siklósra mindenféleképpen. A kiállításnak fontos üzenete van, amit a siklósi helyszínen utolsó megállóként a látogatók is átérezhetnek, mondta a polgármester. Talán az utolsó nagyobb időszakot öleli át, amikor bemutatásra kerül ez a kiállítás, ugye közül a másfél hónapot lesz itt majd a siklósi vár falai között megtekinthető, és azt is tudjuk, hogy határainkon túlról is vannak olyan alkotóművészek és olyan műalkotások, amelyek itt bemutatásra kerülnek. Talán nincs fontosabb üzenet, mint hogy mi egy nemzet vagyunk, magyarnak születtünk, és erre nagyon büszkék vagyunk. A himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából hirdettek pályázatot. Ez alapján kezdtek alkotó munkába a művészek, idézte fel Józsa Judit, a kiállítás kurátora. Nemzeti imánk a magyar nemzeti identitás, a közösségi emlékezet, a hazaszeretet, a hazafiság, a hősiesség, az önfeláldozás és az összetartozás erejének megtestesülése. Mit üzen 2023-ban, azaz 2024-ben a magyar himnusz a Kárpát-medencei kortárs keresztény magyar alkotók műalkotásain keresztül? A Józsa Judit Művészeti Alapítvány a Nemzeti Imánk születésének 200. évfordulója tiszteletére magyar himnusz címmel és tematikával, a fenti gondolatok és eszmék mentén nyílt képző nép- és iparművészeti pályázatot hirdetett kizárólag profi alkotók számára. A kurátor idézte a kiállítás fővédnökének, Vitályos Eszter kormányszóvivőnek, államtitkárnak a szavait is a megnyitón. Himnuszunk hívó szavára készült el a sok-sok itt látható alkotás, de úgy is mondhatnám, hitvallás. Kurátorként kormányszóvivő asszony szavait csak megerősíteni tudom, valóban hitvallás minden kiállított alkotás. Különösen fontos ez napjainkban, amikor azt tapasztaljuk, hogy kifordult a sarkából ez a világ, s benne Európa is. Csak hogy mi magyarok is Európa része vagyunk, sőt a történelmünk során számtalanszor mi védtük meg a keresztény Európát, vérünket adtuk érte. Ezért az életüket feláldozó hőseink iránti tisztelet is arra késztet minket, hogy ezt a hitet megvalljuk, megmutassuk akkor is, mikor a nihilizmus söpör végig a földrészen, mondta a kurátor. A kiállítás a városvezető, illetve Kocka Kornélia lokálpatrióta kérésére érkezett Siklósra. Eredetileg ezt nem tervezték, idézte fel Józsa Judit. A tárlaton 82 művész, közel 100 alkotását láthatja a közönség, amiket a magyar himnusz ihletett.